Revicki Gyula, mi atyánk. Urunk, atyánk, az ég lakója, csillagoknak alkotója, ki fenntartod mindenütt a rendet, dicsőség a te nagy nevednek. Az igazak, jók, akik élnek, mindenha csak benned remélnek. Te vagy az ő buzgó imájuk, jöjjön el a te országod. Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy. Belátásod mindent igazgat. Adsz örömet, csapást, kegyelmet. A te akaratod legyen meg. Panasz sosem jön ajakunkra, csak te ne hagyj soha magunkra. S ki élni engedsz, add nekünk meg, ma s minden nap kenyerünket. Erőtlenek vagyunk mi, s a bűntől nem bírunk néha szabadulni. Bár a fenyítés téged illet, bocsásd meg a mi vétkeinket. S mivel gyöngék vagyunk a jóra, legyen hát vétkeink adója, hogy amidő fele barátunk bánt, neki szívből megbocsátunk. Száz fájdalomnak, száz veszélynek vakon megy itt a test s a lélek. De mi kerülni fogjuk mindet, csak meg ne kísérts soha minket. Mi atyánk, büntess, hogyha kell, de taníts imára, türelemre. S ki örök, égi dicsben állsz fenn, ments meg a gonosztól. Amen. Thank you.
Testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Siófoki gyülekezetnek van egy érdekessége. Télen kis terembe szoktunk összegyűlni, és majdnem minden alkalommal elmondjuk, hogy milyen jó, hogy van az Úr Jézusnak egy ígérete, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek, ott van közöttük, mert sokszor alig vagyunk többen. Aztán jön a nyár, és nyáron nagyon sokan a környékben nyaraló emberek, testvérek közül eljönnek, és a siófoki gyülekezet tagjai meleg szeretettel fogadják ezeket a testvéreket, és örülünk, hogy olyan sokan vagyunk, és azt hiszem, hogy ez most egy nagyon különleges szombat, mert minden eddigi megszokottnál sokkal többen vagyunk, a meleg szeretet is megvan, különösen a meleg, de a szeretet is, és hát azért is örülünk ennek az alkalomnak, mert nem csak azért vagyunk itt, mert hogy szombaton egyébként is itt lennénk, hanem van egy különleges alkalom, amikor a siófoki 2-3 fős kis csapat létszámban is növekedni fog, és lehet, hogy most már télen is itt kell tartani majd az Isten tiszteletet a nagy teremben, mert többen leszünk. Ezekben a hetekben, hónapokban az ország különböző pontjai vannak hasonló alkalmak, amikor a keresztény advent közösség tagjai közül jó néhányan, vagy egyenként, vagy egész gyülekezetestől csatlakoznak a hetednapi adventista egyházhoz, és hát szeptember 5-én itt ebben a körzetben is lesz egy ugyanilyen, vagy még nagyobb ünnepség, amikor a nágocsi gyülekezetben fog ez megtörténni, ahol az egész gyülekezet fog csatlakozni az adventista egyházhoz, a hetednapi adventista egyházhoz. És most itt Siófokon is azért jöttünk össze, nyilván elsősorban Isten dicsőíteni, de azért is, hogy azt a néhány testvért, akik itt Siófokon döntöttek úgy, hogy ennek a gyülekezetnek szeretnének a tagjai lenni, őket felvegyük. Talán már tudjátok, vagy különösen akik itt vannak a gyülekezetben, már volt róla szó, de akkor most hivatalosan is még egyszer elmondom azt, hogy ezáltal ez a körzet egy kicsit változni fog, hiszen a kis siófoki gyülekezet és a Balaton lellei valamivel nagyobb gyülekezet, de szintén egy kis gyülekezet, ami egy önálló kis körzetecskét alkotott az elmúlt esztendőben, bővülni fog a nágocsi gyülekezettel, és ebben a körzetben, ahogy már ezt mondtuk is, ketten fogunk lelkészként szolgálni, és ezért is egy jó alkalom a mai alkalom, hogy már így szóban ugyan volt róla említés, de akkor személyesen is megismerhetitek Horváth Gábor testvért. Tehát itt ketten fogjuk ezt a, ennek a körzetnek a lelkészi teendőit ellátni. És hát most azt szeretném kérni, hogy azok a testvérek, akik a keresztény advent közösségből
jönnek és lesznek ennek a gyülekezetnek a tagjai, azok jöjjenek ide előre. Egy hosszú, több hónapos, vagy talán lehet mondani, több éves tárgyalás sorozat volt, amiben az egyházterület, az unió, a divízió, a generálkonferencia, mindenki részt vett, és végül az a formai szabály született, hogy egy hitvallás által vesszük őt fel a gyülekezetek tagjai sorába, de természetesen nem az a fajta hitvallás, amit másoknak szoktunk elmondani, hiszen fölösleges volna most a szombatról, vagy különböző olyan dolgokról kérdezni a testvéreinket, akikről tudjuk, hogy eddig is abban hittek és azt gyakorolták, hanem összeállítottak a testvérek egy 4 pontot, ami leginkább azt hangsúlyozza ki, hogy ők most már konkrétan itt belül a hetednapi adventista egyházon belül fogják az ő szolgálatukat folytatni, és ezeket fogom feltenni, ezeket a kérdéseket, és amennyiben ők igennel válaszolnak, gondolom azért jöttek el, de azért hallgassuk őket, és utána gyülekezetnek, a siófoki gyülekezetnek a tagjai majd szavaznak, és akkor hivatalosan is felvesszük őket a gyülekezet tagjai sorába. Akkor kérem, hogy gyertek ide előre. Akkor felteszem nektek ezt a 4 kérdést. Elfogadod-e a Biblia tanításait úgy, ahogy azok a hetednapi adventista egyház alapvető hitelveiben megtalálhatók, és elkötelezed-e magad arra, hogy Isten kegyelme által ezen alapelvekkel összhangban éltek? Elfogadod-e és hiszed-e, hogy a hetednapi adventista egyház a Biblia proféciák maradék egyháza, és hogy az Isten minden népből, fajból és nyelvből kihív és elfogad embereket ebbe a közösségbe, és elfogadod-e testvéreidként az egyház tagjait, és szeretettel és elfogadással fordulsz-e feléjük? Igen. Szeretnél-e Jézus Krisztus hű sáfáraként személyes befolyásoddal, tizededdel és adományaiddal, valamint a szolgálatra odaszánt életeddel támogatni a hetednapi adventista egyházat és annak misszióját? Igen. Szabad akaratodból az ige tanulmányozásának és a Szentlélek munkájának hatására szeretnél-e a világszéles hetednapi adventista egyház siófoki gyülekezetének tagja lenni? Igen. Köszönöm szépen. Hallotta a gyülekezet az igenlő válaszokat. Most azt szeretném kérni, hogy a siófoki gyülekezet tagjai a jobb kezük felemelésével jelezzék azt, hogyha elfogadják a mi testvéreinket, hogy a siófoki gyülekezet tagjai legyenek. Köszönöm szépen. Van-e valaki ellene? Nincsen. Akkor megállapítom azt, hogy a mi testvéreink mostantól kezdve a hetednapi adventista egyház siófoki gyülekezetének a tagjai, ellenszavazat nélkül a gyülekezet felvette őket. És nyújtom neked a gyülekezet jobbját, és kívánom neked, hogy az Úr áldja meg a te szolgáltatat itt a gyülekezetben. És nyújtom a gyülekezet jobbját, ma mától kezdve te is ennek a gyülekezetnek a tagja vagy. Nyújtom a gyülekezet jobbját, áldjon meg tégedet az Úr ebben a gyülekezetben. Nyújtom neked is a gyülekezet jobbját, áldjon meg téged is a te szolgálatodat az Úr ebben a gyülekezetben. Nyújtom neked is a gyülekezet jobbját, az Úr áldja meg a te szolgálatodat. Köszönöm szépen. Szeretnék egy néhány szót szólni a testvéreinket. Szeretettel köszöntelek benneteket. A siófoki testvérek nevében első perctől örültünk nektek, és különösen örülünk Viviennek és Dénesnek, akik készülnek a keresztségre. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg, és maradjatok ilyen aranyos jó testvérek, mint ahogy bemutatkoztatok. Köszönjük! Azon gondolkoztam, hogy szükség van erre a felvételre. Ugyanis amikor elgondolkoztam, és hogy először tehát mint emberben följött az, hogy hát én adventista vagyok régóta, tehát miért van ez erre szükség. De aztán arra gondoltam, hogy hát testvérek előtt miért ne vallanám meg azt, hogy én testvér vagyok. A
másik az, hogy ebben egy picit, mint ember, az emberi részem az egy kis bizalmatlanságot érzett, hogy nem hiszik el. De aztán ott van a másik, hogy igenis elhiszik, sőt, nem lettem fölvéve, Sándor beosztott két helyre is, be kellett ugrani egy harmadik helyre, tehát ez részemről egy ilyen, hogy mondjam, megszégyenítő az, hogy ahogy itt fogadnak engem például személy szerint, és a gyülekezet is. Köszönöm szépen! Akkor engedjétek meg, hogy mi is köszöntsünk benneteket, személyeken. Isten hozott tegedet a Siófoki gyülekezetben. Köszönöm. Érezd úgy, hogy egy család vagyunk. Szeretettel. Isten hozott a gyülekezetben. Áldjanak az elhatározásodat. Isten hozott a gyülekezetben. Köszönöm. Bénes hol van? Ott van. Köszönjük szépen azt, hogy olyan sok szeretettel fogadhatok bennünket. Ugye, abba hagyom a sírást is. Tehát köszönjük szépen, olyan sok szeretettel fogadhatok, és úgy érzem, hogy akik ide jöttünk, most haza találtunk. Sok-sok mindenen mentünk keresztül. De jó Isten megsegített, hogy itt tudunk lenni, és még egyszer köszönjük szépen azt is, hogy minden szombaton, mikor idejövünk, akkor tárt karokkal és örömmel és szeretettel fogadtok bennünket, és ezt az ünnepséget is, amit kaphattunk, és a Sándornak is a kedves szavait. Köszönjük szépen! Az Úr őrizöm, pajzsom és szabadítom, az Úr az én erősségem, amíg élek, ő az én életem. Ő az Úr a gonoszom, az Úr a gonoszomtól, megőriz engemet. Ő az, aki hosszabb szakaszt olvassak most a Pál apostolnak Kolossé beliekhez írt leveléből. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből olvasom a harmadik fejezet első versétől egészen a 17. versig. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet,
ami bálvány imádás, amelyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régente, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mely, mint amely a tökéletességnek kötele, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Először is nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy Pál apostol kiket szólít meg ebben a fejezetben. Úgy kezdődik a harmadik fejezet, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal. Feltételezi, hogy a könyvnek az olvasói, az igének a hallgatói, most elsősorban azok, akik már túl vannak azon, hogy egyszer Jézus Krisztus hívásának igent mondtak, és ahogy nagyon szépen leírja más helyen a Szentírás, a keresztségnek a lényegét, hogy egyszer az ember a régi életét teljesen a háttérbe szorítva, teljesen elfeledve azt, meghal a régi énjének. A hullám sírokban eltemetik azt a régi embert. És amikor a sírokból, a hullám sírokból felkel, akkor egy teljesen új ember áll előttünk, egy teljesen új ember az, aki tovább él közöttünk, bár külsőleg ugyanúgy néz ki, bár ugyanazt az embert látjuk, a neve is ugyanaz marad, de mégis egy jellemében teljesen más ember, egy olyan ember, aki elkötelezte magát Jézus Krisztus mellett. Aki a keresztséggel megvallotta azt, hogy ő az életét úgy akarja élni, hogy mindenben azok szerint, a tanácsok szerint, azok szerint, az utasítások szerint, ahogy Jézus Krisztus azt elénk tárja az ő igéjében. És még ezeknek az embereknek is, akik már meghozták ezt a döntést, lehet, hogy néhány hete, lehet, hogy néhány hónapja, de az is lehet, hogy több évtizede már, de még mindig szól nekik az Istennek az a figyelmeztetése, az a tanácsa, hogy az odafel valókkal törődjetek. Mert hogy amikor Jézus Krisztus annak idején a tanítványait is kihívta az emberek közül, és azt mondta, hogy elhívlak benneteket tanítványá, kihívlak benneteket, ne ennek a világnak legyetek oly módon a részesei, hogy ugyanúgy éltek tovább, mint eddig, akkor azt mondta, hogy nem azt kérem, Atyám, hogy őket vedd ki a világból, hanem tartsd meg őket a világban. Továbbra is maradjanak ott a világban, hiszen ott kell szolgálniuk, ott kell élniük. És valahogy így vagyunk mi is, hogy az Isten megszólított bennünket, megszólít bennünket, kihív bennünket a világból, de aztán azt mondja, hogy miután megvallottad, hogy az Isten útján akarsz járni, maradj itt ebben a világban, és szolgálj itt ebben a világban. Nem könnyű feladat ez. Láttuk az apostolok életéből, de láttuk már az Ószövetség idejében nagyon sok komoly hívőnek tartott embernek az életéből, hogy
próbáltak mindenben megfelelni az Isten elvárásainak, az Isten útján járni, az Istent képviselni, de mégis valahol ez a világ, a világnak a különböző dolgai hatottak az életükre. És nem csak a jó dolgok, hanem a rossz dolgok is. És éppen ezért mondja azt Pál, még a megtért embernek is, hogy figyeljetek, nézzetek újra és újra magatokba, és újra ismételjétek el magatoknak azt, hogy az odafel valókkal kell törődni. Meglátni azt is, ami itt a világban van, de ne ez legyen ott az elmétek középpontjában, ne ez legyen, ami befolyásolja ti életeteket. Elmondja azt, hogy paráznaság, tisztátalanság, bujasság, gonosz kívánság, fösvénység, nagyon durva dolgokat sorol fel Pál, és azt mondja, hogy valamikor ez volt jellemző a ti életetekre is. Valahol elmondja Pál ebben a mondatban azt is, hogy talán kimondhatjuk ezt, hogy ez az embernél a természetes. Így születik meg az ember, hogy paráznaság, tisztátalanság, bujasság, gonosz kívánság, fösvénység, vágya van benne időnként, talán sokszor meg is cselekszi, és az Isten mégsem fordít hátat az ilyen embernek, hanem ezeket az embereket is várja, és azt mondja, hogy ti is egykor talán ilyenek voltatok. De Isten várja ezeket az embereket, hogy egy más világot alakítsanak ki maguknak, egy más életet formáljanak maguknak, és Isten útmutatása szerint éljenek. Ezekben a napokban mindig nagy izgalommal nézem a különböző híradásokat a Sziget Fesztiválról. Ugye hosszú éveken keresztül minden évben én is ott voltam az adventista sátorban, és hát nagyon szép emlékeim vannak, hogy milyen jó beszélgetéseket lehetett lefolytatni. Ugye Sziget Fesztiválon van egy olyan sátor, ahova ha bemennek emberek, bemegy két ember, akit, hát igaz, hogy nem hivatalosan, de jelképesen bárki bárkivel összeházasodhat. Hogy ezt mennyi időre tart, ki tudja. Nem számít, hogy van-e már házastársa az illetőnek, ott van-e a házastársa, nem számít, hogy milyen neműek az illetők, bármit lehet abban a sátorban, össze lehet házasodni. És hát természetesen nagyon sokszor hosszú sor áll a sátor előtt, hogy annyian szeretnének legalább néhány napra házasságot kötni egymással, és hát sokszor azonos neműek is sorba állnak, és hát ez sem egy kizáró ok, ott mindent lehet. És hát miért van ennek a sátornak olyan nagy népszerűsége ott a szigeten? Azért, mert valahol az embernek a tudatában ma ez van a hétköznapokban is. Erre vágyunk, ezt gyakoroljuk egyébként is, csak sokszor ezt nem lehet kimondani. Ott meg még egy kis jelképes papírt is adnak róla. Mert hogy a mai világra az a jellemző, hogy a paráznaság, a tisztátalanság, a bujaság, a gonosz kívánság már nem is számít bűnnek. Sőt, hát igazából egy természetes velejárója a hétköznapi életnek. Ugye Pál erről beszél a római levélben, hogy az igazi baj nem akkor kezdődik, amikor az ember elkövet valamilyen bűnt az életében, hanem amikor már a rosszat is jónak mondja. Mert onnan már nagyon nehéz visszafordulni. Azért mondom el ezeket, mert ugye figyelmeztet bennünket az Úr, hogy az odafel valókkal törődjetek. Onnan vegyétek a mintát, onnan vegyétek azt, hogy az Úr mit szeretne látni a ti életetekben. Mert a hétköznapi életetekben, amikor körülnéztek és látjátok ezt a világot, azt látjátok, hogy ezek a dolgok már természetessé váltak. Valaki kérdezte tőlem most, akik mennek a szigetre, amikor volt egy ilyen felkészítő hétvége az ott szolgáló testvéreknek, hogy nincs valami ötleted, hogy mit lehetne ott a szigeten csinálni, valami újat, ami még eddig nem volt. Hát mondom, úgy hallottam, hogy meg fogják hirdetni a hőségriadót, mi esetleg hűségriadót is lehetne hirdetni, mert ott nagyon ráférne az emberekre.
Mert hogy ez van az emberek fejében, ez vált természetessé a mai ember számára, és ez a légkör, amelyben benne élünk, hiszen azt kérte Jézus, hogy ne vegyen ki bennünket az Isten, hanem tartson meg ebben a világban bennünket. Ez bennünket is fenyeget, hogy esetleg formálja, vagy próbálja formálni a gondolkodásmódunkat. És ezért olyan fontos az a figyelmeztetés, hogy az odafel valókkal törődjetek, nem a földiekkel. Ha tovább megyünk ebben a fejezetben, ugye Pál elmondja, hogy ezeket a nagyon durva dolgokat, amiket ő itt leír, és azt mondja, hogy hát ezek talán megvoltak a régi életetekben. És utána elkezd megint rossz dolgokról beszélni, de ezek a rossz dolgok már teljesen másak. Ezekről már Pál nem úgy beszél, hogy a ti régi életetekben még megvoltak, de hát ti már megtértetek, és természetes, hogy ezek már nincsenek ott a ti életetekben, hanem mint gyülekezeti tagoknak, mint hívő embereknek mondja, hogy vigyázzatok, mert nálatok is elő szokott fordulni, de igyekezzetek, hogy ezek ne forduljanak elő. És hogy miket mond ezek közül Pál, azt mondja, hogy vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, szátokból a káromkodást és a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek az óembert és az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, amelynek megújulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. De figyeljük meg, hogy ezekről már ilyen jelen időben beszél Pál, hogy ezek úgy elő szoktak fordulni a hívő emberek körében. És ebből van egy nagyon fontos következtetés. Hogy a hívő embernek is szüksége van arra, hogy önmagát újra és újra megvizsgálva, újra és újra meghozza magában azt a döntést, hogy hát igaz, hogy megint megbotlottam, de én szeretnék visszatérni újra arra a keskeny útra, amit Isten jelöl ki az én számomra. Sokszor olyan érdekes hallani, amikor valaki úgy fogalmaz, hogy mikor tértél meg, én már 30 éve megtértem, hogy olyan régen? Hát az baj. Mert persze nyilván attól függ, hogy mit értünk a megtérés alatt, mert sokszor arra gondolunk persze, hogy mikor keresztelkedett meg valaki, de hogyha 30 éve nem tért meg valaki, az nagy baj, mert hogy újra és újra követünk el hibákat, és újra arra van szükségünk, hogy az Úr bocsánatát kérve figyeljünk oda arra, hogy mi is van az odafelvalókkal, mit is mondanak ők nekünk, miket is tanácsolnak nekünk, hogyan is kell élnünk ebben a jelen való világon, mi az, amit követnünk kell. És rádöbbenünk, hogy tényleg sok olyan dolog van, ami a mi életünkben is elhozza azt, hogy egy kicsit haragra gerjedünk, egy kicsit úgy szólunk, ahogy nem kellett volna. Nagyon érdekes ez a mondat, ne hazudjatok egymás ellen. Hát szoktunk mi hazudni egymás ellen? És ugye, ha ezt így tennénk fel a kérdést, hogy szoktatok-e hazudni egymás ellen, hát akkor azt mondjuk, hogy dehogy szoktam hazudni. De ugye, amikor valamit nem tudok pontosan a másikról, csak feltételezek dolgokat, milyen könnyen beleesik az ember egy ilyen hibába, hogy valótlant állít. Már ugye nem merjük így kimondani, hogy hazudik a másik ellen, csak valótlant állít, vagy nem pont az igazságot, tévedésből nem pont az igazságot mondja el. És hát ez bármelyikünkkel megtörténhet. Aztán nagyon érdekes dolog ez, amit itt mond, hogy ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés, körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben a Krisztus. Miért van szükség, hogy ilyenről prédikáljon Pál? Ugye az akkori korban volt egy óriási probléma a gyülekezetekben. Különböző kulturális háttérből jöttek az emberek. Ott voltak a zsidók. Ugye szombatiskola most pont erről szólt, hogy hát maga Jézus Krisztus is elsősorban
a zsidóknak prédikált, a zsidók között mondta el az Istennek a tanításait, és próbálta megnyerni az embereket, hogy egy közösséget alkossanak, és együtt legyenek az ő tanítványai. És utána később kinyílt, kitágult ez a kör, és nyitottak a pogányok felé, és teljesen más kultúrából jövő emberek kerültek sokszor egy gyülekezetbe. Vagy ha nem egy gyülekezetbe, akkor beszéltek egymásról olyan dolgokat, hogy hát nézd, abban a másik gyülekezetben mi van. Maga Pál ugye mondja, hogy mentem az egyik gyülekezetbe, másik gyülekezetbe, és hát nem egyformán tapasztaltam meg azt, hogy milyen lelkülettel vannak az emberek. Pedig, hát nem ugyanazt prédikálták mindenütt, nem ugyanazt olvasták mindenütt. És mégis. Maga Jézus Krisztus sokszor mutatott példát arra, hogy a különböző háttérrel jövő emberek tudják elfogadni egymást. Maga Pál apostol több levelében, éppen itt a Kolossi beli levélben is prédikál arról, hogy a különböző háttérből jövő emberek tudják elfogadni egymást. Egy nagyon fontos, amit elmond ugye a 16. versben, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mert ez az alap, amire építenünk kell. De vannak a háznak is olyan részei, amelyet miután egy jó erős alapra ráépítettünk, teljesen mindegy, hogy zöldre fessük, pirosra fessük, vagy milyen színűre fessük, vagy pontosan mekkora ablakot teszünk rá. Nem lehet a másik embert megszólni, mert nem pont olyan az ablaka, mint amilyen nekem tetszik. De az alap az nagyon fontos. És mi is, mint egy lelki építményként itt lévő emberek, nagyon fontos, hogy egy biztos alapra alapozzunk. Hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennünk, és mindennek ez legyen az alapja. És aztán, amit ráépítünk, fogadjuk el, hogy bizonyos emberek, bizonyos dolgokat, amelyek nem feltétlenül hitelvek, azokat másként szoktuk meg, másként gyakoroljuk. És talán azért érdemes erről beszélni, hiszen itt a siófoki gyülekezetben körülbelül annyi tagja volt a gyülekezetnek, mint ahány új tagja lett most az elmúlt percekben. Talán bizonyos dolgokban mások voltak a szokások a másik gyülekezetben, és ugye, amikor ennyi helyről jövünk, és próbálunk egy közösséget alkotni, látjuk néha egy kicsit döcögve megy, ki is olvas akkor a hála igét, vagy hogy is lesz akkor, ki fog harmóniumozni, gyorsan ki lesz az óra vezető, hiszen most újra kell szervezni mindent. És azt tanácsolja Pál, hogy tanuljuk meg egymást tolerálni, próbáljuk elfogadni azt, hogy valaki valamit most elrontott, most valamit nem úgy csinált, ahogy azt én megszoktam. Tanuljuk meg megbeszélni ezeket a dolgokat. Tanuljunk meg úgy élni egymással, hogy ha esetleg, ahogy a régi gyülekezetben, ott a Jézus korabeli gyülekezetben egy zsidó származású, meg egy pogány származású, megtért ember találkozott, nem szűntek meg azok a dolgok. Ugye mondja, hogy körülmetélkedés, vagy körülmetélkedetlenség. Nem volt feltétel. Na de hát, ilyen háttérrel jött, különböző háttérrel jöttek az emberek. Azok nem szűntek meg. Azt mondja Pál, hogy ez nem az alap, hanem az alapra épített felépítmény, amelyik lehet piros, vagy zöld, vagy különböző színű. Nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, és talán nem is a legfontosabb az, hogy beleesünk ebbe a hibába, hanem tudunk-e bocsánatot kérni, tudunk-e a másikat utólag elfogadni, amikor rádöbbenünk egy-egy tévedésre. Van az embernek egy alapvető tulajdonsága, hogy amikor lát valamit, tapasztal valamit, annak mindig tulajdonít valamilyen okot. Mindig levon valamilyen következtetést. És nem biztos, hogy a megfelelőt. Megint csak a Szigetről jut eszembe, hogy az egyik alkalommal
Én voltam az, aki felelős volt azért, hogy majd időben bezárjunk. Hát ugye ez az időben bezárás, ez azt mondta, hogy hajnal 4 órakor. És hát azt szoktuk, hogy 3:30 fele már leengedjük a sátor nyílását, és már akkor nem engedünk be új embereket a sátorba. Az adventista sátoron van egy ilyen fénycsőből kirakott ilyen világító biblia, és rajta egy kereszt, és hát ez úgy nagyon feltűnő, már messziről ugye sötét van éjszaka, és hát nagyon sokan jönnek oda megcsodálni ezt, fényképezkedni. És az egyik alkalommal, amikor már pár perc volt a zárásig, jött 3 fiatal ember, hát ugye az egyik kézben a sör, félmeztelenül, nagy kalapba, kicsit támolyogva, és hát mi az első reakció, hogy na hát jönnek azért, hogy már máshova nem tudnak bemenni, meg biztos hallották, hogy itt ingyen teát lehet inni, és hát ide akarnak beülni. Meg hát egyébként is látszik rajta, hogy biztos ilyen kötekedni akarnak, hogy ez milyen szekta, vagy nagyon sok ilyen dolog is előfordul. És megálltak ott az ajtóba, és mondták, hogy be akarnak jönni. És mondtuk, hogy már záróra van, már nem lehet bejönni, és akkor hát nem lehet bemenni, imádkozni. De ugye a hangjuk alapján ez volt a sajnos az én benyomásom, hogy hát persze hát biztos nem imádkozni akarnak, de hát mindent elkövetnek, hogy valahogy bejussanak. És úgy felkészültem arra, hogy a következő percekben majd kemény szóváltások lesznek. Nem szóltak többet egy szót sem, mondtam, hogy már záróra van, és már nem lehet bemenni. Ez a 3 fiatalember letette a porba a sört, a kalapjukat, letérdeltek oda a világító biblia elé, és én nem tudom, talán olasz nyelven elkezdtek imádkozni. Felálltak, föltették a kalapot, felvették a sört, és azt mondták, köszönjük a lehetőséget, és elmentek. És teljesen le voltam döbbenve. Hogy ítéltem meg őket? Hát ezek biztos nem imádkozni akarnak. Hát így, ilyen kinézettel, meg kisé spiccesen, alkoholfogyasztás után, meg sörrel a kézbe, hát nem lehet elképzelni, hogy tényleg imádkozni akarnának. És milyen szégyen érzet volt benne, hogy nem engedtük be őket imádkozni. Sokszor előfordul ez velünk, hogy levonunk valakiről valamilyen következtetést, mert valamilyennek látjuk őt. Mert nem olyan, mint amilyennek én elképzelem, hogy lennie kellene. Pedig lehet, hogy valahol a lelkében őnek is van egy vágy, hogy közelebb kerülhessen az Istenhez, és lehet, hogy éppen az én magatartásommal tágítom azt a határt, ami közte és Isten között van, nemhogy segítséget nyújtanék neki. Segítsen Isten mindannyiunkat abban, hogy ahogy itt Pál apostol mondja, sikerüljön mindannyiunknak, bárhol élünk az országban, az ország bármely gyülekezetében, hogy öltözzük fel a szeretetet, mely a tökéletesség kötele, a békesség uralkodjék a szívünkben, tudjuk egymást elfogadni, tudjuk egymást szeretni, és amikor azt tapasztaljuk, hogy talán a másikban most éppen felgerjedt a harag, talán a másikban most éppen a másik ajkáról elhangzott valami olyan, ami nekünk nem tetszik, akkor tudjunk egymásnak megbocsátani, vagy tudjunk egymástól bocsánatot kérni. Adja az Úr, hogy éljünk olyan keresztényként, mint amilyennek szeretne látni bennünket Pál apostol akkor, amikor írja ezt a kolossi beliekhez írt levelet, és ennek is különösképpen ezt a 3. fejezetét. Ehhez adjon nekünk az Úr erőt és bölcsességet. Amen. Én veled járok folyton, drága mesterem, mert nélküled a tájat. Állok meg az úton, egyre követlek, hisz tudom, veled járva el nem tévedek. Te ismered a szívem
tudod az elmém gondolatait, csak te adsz bátorságot, erőt én nekem, hogy férfiasan hordjam minden terhemet. Még a küzdőt éred is győzelmet te adsz, a háborúk a tenger mit sem félek, sárhát is legyőzöm, ha mellettem maradsz, csak jöjj velem, ha célhoz én elérek. Te csodálatos lényi formát szent kezed,